Az idei évben is folytatódik a Minden Tudás Színházi Egyeteme elnevezésű programsorozat. Az első állomáson dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár a görög mitológia világába vezette be a hallgatóságot és a női szerepekről tartott előadást. Elmémnél hatalmasabb a szenvedély, az emberek legfőbb bajának fő oka. A görög sorstragédiák egyik leggyakrabban játszott darabjának címszereplőjét, Médeát idézte a közönségnek a rendezvénysorozat házigazdája, Kovács Edit. A Minden Tudás Színházi Egyeteme már az ötödik évadát kezdte el a Sík Ferenc Kamara Színházban. Amikor én végeztem filozófia szakon, akkor én magam is olyan sok mindenről hallottam, tanultam, újdonságokat és olyan dolgokat új színben, új köntösben látva, amiről kevesebbet tudtam. És azt gondoltam, hogy Békés Csabán olyan sok színház szerető ember van, aki talán érdeklődne ilyen előadások iránt. Az új évadban a nők is nagyobb szerepet kapnak. Az első előadás dr. Gyenge Zoltán tartotta, aki visszatérő vendég a programsorozatban. Az egyetemi tanár a görög mitológiába hívta az érdeklődőket, és a női szerepeket helyezte gorcső alá. Szerintem olyan, mondhatnám így, hogy modern jelentést is fel lehet fedezni, amelyeknek van előreható üzenete is. Gondoljunk arra, hogy például a Médea alakja az az európai kultúrtörténetben a mai napig az egyik legfeldolgozottabb problematika. Filmben, zenében, mindenhol megtaláljuk az ő alakját. Legközelebb november 7-én dr. Varga Sándor, a Szegedi Tudományegyetem tanára a magyar néptánc kulturális antropológiai hátteréről tart előadást a Minden Tudás Színházi Egyetemén.